Na, sziasztok! Most egy kis retro játék következik, hogyha lesz gép, de ha nem, akkor újra indítom. Mégpedig, amit a képből is láthatjátok, a Dirtnek a első részét fogjuk kijátszani. Nem tudom, hogy milyen fokozat, azt még meg kell nézni, még lesz a legjobb. De versenyenként lehet hála Istennek állítgatni, úgyhogy nem lesz ez a probléma. A zenét egy kicsit direkt halkabbra vettem, mint saját magamat a copyright miatt, ugye, mert ki tudja. Attól függetlenül, hogy 14 éves játék, attól függetlenül, hogy 14, sőt, 2006-os, szóval 15 éves játékról beszélünk, ki tudja, hogy még milyen copyright-os cuccokkal bír maga a zene. Úgyhogy ezért le is vettem a játéknak a hangját, hogy ne üvöltsel a fejeteket, és a zenével se legyen gond, de kezdjünk is bele. Controller, nem hiszem, hogy kell, hisz ezt a játékot billentyűre, meg Xbox 360-ra, meg PS3, hát elvileg kontrolleren is lehetne, csak én most billentyűzettel fogom ezt tolni, mert amikor én először játszottam ezzel, akkor is csak ez a lehetőség volt, úgyhogy ha menjen. Do you want continue? Igen. Ugye megnéztem a beállítást. Úgyhogy egy félig megkezdtem a Land Rush nevű versenyt. De szerintem ez még egy pöppet hangos lesz. Van egy ilyen érzésem. Pöppet. Christian pulled the short straw to be your co-driver on these races. Pay attention to his calls. This one has rough. That's Christian. No. Ennek nyomjunk ki a restartot, mert nem figyeltem. Kriszti hangos, mert nekem leordítja a fülem, de nem tudom, hogy nektek hangos-e. Maximum akkor lejjebb tekerem a fülest, hogyha úgy van. Mert szerintem csak nektek hangos, vagy nekem hangos, nektek nem. Ahogy így néztem az OBS-t. Szia, Lambi! Jó, akkor csak nekem szedi le a fejem. Jó, akkor fülesen halkítunk, az jó lesz az. Jaj. Ejó. Szia, Gyali. Most itt meg vagyok zavarodva, mert nem tudom, hogy most halkítottam, vagy hangosítottam. Jó, így jó lesz talán. Majd a versenyek elindításakor, meg a versenyek végén fogom nézni a csetet. Ezt még szükségesnek tartottam elmondani, mert különben itt nem lesznek győzelmek. Hoppá! De szerintem a 30% az egy kicsit sok lesz. Eszembe jutott, hogy miért ilyen vacakú hangos, mert hát egy ilyen 20-ra, jó? Jó lesz. És akkor nem kúrja ki a fülem. Meg nem kell ordítanom se.
Menjetek már! Hát nem igaz. Úgy is van. Ennyi, easy. Hú, visszajöttek a gyerekkori emlékek. Ugyanaz a libabőr. Ugyanaz az izgatottság minden verseny előtt, vagy verseny közben. Hihi. Jó ez. Jó kis idők voltak ezek. Emlékszem, amikor ezzel még úgy játszottam, hogy ilyen 25 30 FPS volt maximum. Rocky mentünk? Nem, Clubman-en, jó, oké. Clubman az jó lesz. Szerintem. Ja, egyébként azért írtam ki, hogy Colin McRae emlékére, már ugye ennek a játéknak a fejlesztése után zuhant le a helikopterével. Tegnap volt 14 éve. Na, a rally szakasz Olaszország. Ezt újra kezdjük. Nem tudtam, hogy itt van a... váltó... a kameraváltó gomb. De nekem még mindig olyan rohadt... hangos amúgy. Kiszedi a fejem. Na, most már jó lesz. Jó. Jó. Úgy. Jaj! Bakker. Szia Zsolti.
Bocsi. Csak itt vannak közben mamámék, aztán egy picit beszélgettem velük is. Meg hogy hogy lesz a következő rallis event a pályán. Écsen. Úgyhogy megérdeklődtem. Szerintem az erősség itt Clubman-en jó lesz, csak nekem kell egy kicsit jobban vezetni. Igen, szokásos, bemegyünk a susnyába. Igen. Tessék. Hát persze, hát nézd meg, azt hiszik, hogy komplett hülye vagyok. Tudom, hogy néha nem vagyok normális, de azért ennyire nem. Azt hiszi rólam öreg anyám, hogy hülye vagyok. Azt mondtam most én is erre, meg... De bennültem az árnyékba, hát ne szórakozzatok már! De hát... Jó, mindegy, nem szólok már. Nem szólok már semmit, mert hülyének néztek úgyis. Egyébként lenne navigátor is, csak lejjebb vettem a hangját, lehet, hogy mennek visszább rakom, mert most itt tök csönd van, pedig mondja mellettem a navigátor. Mondja mellettem, csak... More. Tessék. Jó. Egészségedre. Nem öntöd rám, mert fú. Megfejellek. De ne szórakozz, mert tudod. Jó, de ilyen ne szórakozz, nem szó... De egymás között oké, csak másnak ne mondjad. Mert én még elnézem neked, hogyha szórakozol velem, de... De más nem fogja. Tessék? Milyen ötös? Jó, hát ez a pályától is függ, hogy fel tud-e váltani, vagy nem. Hú.
Hú, ez a Clubman, ez lehet egy kicsit túlságosan gyenge lesz. Hogy kell, hogy vagy a... hogy van a pálya itt a végén, mert már nem emlékeztem. Majd a navigátort, ugye majd föl, ilyen vesszük. Hú! Jobban. Egy kicsit szűkebb kukucs. Na hány másodperccel érünk be az össze? Érde. 20 másodperc, az igen. Jó van. Aha. Mi van? Micsoda? Na. Nem, 3 perc 30. Hát jó, Dóra, neked gyorsabban mozognak az ujjaid. Na. Hát jó. A 100 000 euró. Zsebbe. Na, van 300 000-ünk. Majd ezekbe autót kell venni, de... még egyelőre nem kell, majd hogyha... izéli a játék. Hát jó, de spórolni kell a többire, hát izé... 400 000 euró egy Mitsubishi például, ami majd kell a következő szinten. Meg majd ezen a szinten is kell venni autót, csak egy-két autót. Persze, hogy tud, csak várjál most egy picit. Figyelem kell a pályára, mert tényleg nincs navigátor, meg semmi se. Ez a head-to-head, ugye, a fej-fej mellett, amikor párhuzamos pályán halad két autó, és itt csak az idő dönti el, hogy van, mint van. Na most például a külső pályán én most le vagyok maradva, mint a bóra való. Elvileg, sőt gyakorlatilag is. De nem sokkal. Dóra, nem kell tanács, látom az utat. Ennyire nem vagyok vak. Csak maradj csöndben, mert... Maradj csöndben! De... basszus, hogyha azt mondom neked, hogy maradj csöndben, mert így nem érem utol, akkor még mondod. De megelőzd! Pepeg, ahol az Istenbe előztem meg? Hát... szerint... Jó, de az elején még úgy tűnt, hogy izé... le vagyok maradva, mint a bóra való. Előttem volt. Kiejtettük a németet. Nem, hát a fekete, piros, sárga az a német. Az elfordított verziója annak az ászlónak meg a belga. Mert hogyha 90 fokba el van fordítva, akkor lefe... Hát arra megyek. Nyugi, csak... Jó. Nem fog megpörögni, csak vissza kellett váltani. Hát nézd meg, hogy kiabál. Nem kell navigátor, mondom, látom a pályát. Hát arra megyek. Nem, ne csap le a fejem, mert nincs másik.
Az nem keríti szalakorlát. De most, hogyha Oribas legyen a Danait, veszekedtek, aztán ez észít nekem. Igen, azt én is látom. Hát jó, hát kanyar. Kanyar van. Nem baj, látom a pályát. Hát nyilván kerít, vagy izé, szalakorlát, reklámtábla, ezeket tudom. 5 másodperc, jó van. Jó van, ez is megvan. Igen, mind a két fordulót megnyertük. Hú, egyébként Gyuri, hogyha még itt vagy, akkor izé annyit még elfelejtettem mondani, hogy emiatt a játék miatt lett nekem izé véve például, mert a videókártya elbírta volna, csak a processzor nem, mert itt még a processzor számolta jobban a dolgokat. Nem tudom, nem én. És izé pont ezért, hogy egy picivel több FPS se menjen a játék, pont ezért lett nekem egy új processzor véve. Úgy. Hagyja azzal a hülyével engem békén. Itt most nem, mert itt vannak, úgyhogy itt most nem jó, hogyha... Meg simán megborulok, úgyhogy, mert nagyon instabil. Hát betört a szélvédő. Na. Ez az E200-as Mitsubishi. Ez jó terepre, csak mivel magas a hasmagasság, vagy úgy van beállítva. Így egy kicsit instabil. Mert nagyon magasra van izélve. Rakva. A hasmagassága. Úgyhogy egy kicsit ilyen imbolyog. Jaj, menjetek már! Hát... Faszom. Egy kör, jó. Mert arra már nem emlékeztem, hogy hány kör... Anyád! Na erre mondtam, hogy... Nagyon instabil. De egyébként ebben a játékban minden autó instabil, tehát a fizikai része az még 2006-ban nem volt olyan jó megcsinálva, mint most. De ez a játék megelőzte a korát egyébként. Úgyhogy ez fektette le a mai rally játékok egyes alapjait. Ha nem a fizika terén, akkor a látvány terén sok helyen, vagy sok játéknál. Mert ez abban az időben rohadt jó grafikának számított, és az akkori videókártyák, processzorok meghaltak ez alatt a grafika alatt. Konkrétan. Hallottam olyat is, hogy túl melegedett. Vagy tapasztalat, már nem emlékszem, de hogy túl melegedett alatta a cucc, mert annyira kihasználta a gépet. Hú! Mert akkor még nem voltak olyan hűtők, mint most. Akkor még nem volt vízhűtés. Ha jól emlékszem, akkor még csak a levegőhűtés létezett. Amennyire emlékszem, de ezt majd Gyuri nekem megcáfolja, ha nincs igazam. Hú, hú,
Húhú, instabil. Jaj, more. Nem jó. Jaj. Jaj, nem előzöl meg. Köszi. Menjél. Ez az. Igen. Így a jó. Két kerekezünk. Sok helyen, de hát ezt így kell. Ez az első szint még ahhoz képest könnyű. Majd a, úgyhogy szerintem ez a clubben jó lesz, vagy a klub tag. Ugye, mert ehhez magyarítás is készült ez a játékhoz. Csak azt már nem lehet megtalálni. Sajnos. Ez az. Ezt is megnyertük. Hogyha nem cseszem el a kanyart, akkor egy kicsit simábban, de nem baj az. Majd egy picit a navigátort feljebb veszem. Mert egyáltalán nem lehet hallani. Jó, van, itt is megvan a 10 pontunk. Egyébként, aki nem szereti az autókat, annak ez nem akkora élmény játszani, de mondom, hogyha már megvan a lehetőség és tudok vele játszani, akkor miért ne? Mert ez nagyon hiányzott a repertoárból már ez a játék. Legalábbis nekem. Na. Mintex. Első kerékhajtású challenge. Ez a Clio, ugye az 1006-os. 120 ezer, mennyink van? 660 ezer. Azt ide azonnal, azt a 660 ezeret. Ja, ez a 1006-os Clio. Úgyhogy, ja. Hú, itt ez egy kicsit meredek lesz ez a szakasz. Úgyhogy inkább itt kicsit csöndben maradok, meg följebb veszem a navigátorunkat. Na így jó lesz. Hú. Let's go. Jó lesz ez. Wiii! Árkombokron! Wiii! Egyébként, ha Lambi, ha még itt vagy, mondd már meg nekem, hogy laggol-e. Mert valakinek be kellett kapcsolni hozzá a V-Sync-et, azt én nem tettem meg. És nem tudom, hogy laggol-e. 7 másodperc. Úgyhogy arra még kíváncsi lennék. Írjátok már meg, mert nem akarok most altabozni. Teljesen jó minden, köszi. Köszi, mert nem csak azért mondom, hogy valakinek be kellett kapcsolnia ezért. Gondolom olyan monitorja volt, ami a 60 Hz-re be volt lokkolva azon felül, meg ezért. Vagy valamiért belokkolta, mert nála úgy futott simán. De hál' Istennek itt nem laggol akkor. Jó van. Mert ugye vannak olyan Dirt játékok, ahol be kell kapcsolni a V-Sync-et. Lásd Dirt 4. Majd azzal is tervezek egy próbát. De az már kontrollerrel fog menni. Ezt a retrohatás kedvéért játszom billentyűzettel, meg tényleg jól megcsinálták billentyűzetre a kormánymozgást. Tehát nincs, nem lehet rá panasz. Attól függetlenül egy Xbox 360-ra, meg
PS3-ra is kiadták ezt, azt hiszem. Meg emlékszem, hogy apu egyik ismerőse, akinek gépet rakott össze ebbe az időbe már, az adta oda, hogy neki nem kell. Úgyhogy ez még valahol megvan eredeti CD-n is, csak mivel az én gépemben nincs CD meghajtó, majd lehet, hogy USB-set beszerzünk valamikor. És akkor a többi retro játékot is meg tudjuk nézni, működik-e. De ennek nagyon örülök, hogy működik. Mert ez tényleg retro. És még jól is néz ki. Az irányítás olyan, mint hogyha egy mosogató szivacsot próbálnál bizen irányítani. Nagyjából. Így érzésre. De attól függetlenül teljesen jó. Szerintem. Tehát ugye Gyolit nem igazából érdeklik az ilyen dolgok, úgyhogy neki hiába ajánlom, de mindenki másnak tudom ajánlani. Aki egy kicsit ilyen rally bolond. Meg miután ugye én már kétszer belekerültem ebbe a körbe. Hála Istennek, hogy itt a pálya adta lehetőségek miatt. Ú, 15 más, azt a kurva, 15 másodperce velem őket. Azt a kurva. Hát lehet, hogy amatőrre följebb kéne vennem. De akkor meg túl üzé, akkor meg nem hibázhatok. Jó lesz ez a klubtag. Jó lesz ez. Mert easy-be van, de nem annyira easy-be. 348. Jó ez, tetszik. Az mindjárt meg lesz másza. Amúgy azt a... már ki is nyitottam a... azt hittem mindegyiket kinyitja. Van itt egy Rallycross Franciaország. Egyébként ezt csipem ebbe a játékba, hogy... majdnem 1 millió eurónk van. Elég lesz az annyi, ez is... Igen. Belefele arányban van a Rallycross. Most ugye elmagyaráz mindent, a második ezértől már nem fog magyarázni. Travis. Mit akartam mondani? Egyébként ebben a játékban azt tetszik, hogy tényleg nagy a változatosság. Tehát itt van minden, és különböző országokban, ami ugye Dirt 3-ban már nem volt meg annyira. Az a változatosság. Persze ugye Ken Block a Gymkhana-val, ahol pörögni kellett, meg fiszemfaszom, bocs kolléga. Azzal megpróbálták megadni a változatosságot neki, de majd látni fogjátok, mert a Dirt 3 is sorra kerül. Ez ilyen Dirt végigjátszás lesz komplettan. Meg a rallyt is megpróbálom kijátszani, de az egy kicsit nehéz lesz kontrollerrel, mert az tényleg szimulátor. Úgyhogy ezt lehet, hogy ki is hagyom majd. Majd meglátjuk. De a Dirt 3, Dirt 4, Dirt 2, meg ez is, ezek végig lesznek játszva mindenképpen. Majd a Dirt 4-et még meglátom hogyan. Mert ugye az nem tudja magáról eldönteni, most arcade játék vagy szimulátor. Azzal az a baj. Túlságosan átvette a Dirt Rally-nak a stílusát a Dirt 4. De az se rossz játék, csak az irányítás olyan nem is tudom. Leggyorsabb kör. Pepega. Új! Jaj! Anya!
Meg még leszettem egy izét, egy dispatcher, tehát ilyen segélyhívós, dispatcheres játékot, ezt is megnyertük közben. Ugye az Emergency, tehát a segélyhívó ötödik kiadását, az megvolt nekem, sőt lehet, hogy meg is van még. 0-25-öt ment valaki, World Record. Hát az gyereke nem sikerült. A lényeg annyi, elég lesz hozzá, hogy majd az is sóra kerül a napokba. Tehát most így játékok terén megtaláltam mindent, ami kell, meg a Test Drive Unlimited 2-t is. Hogy most már fut. Trailblazer, amit Hill Climb. Így jönnek az igazi. Na, szerintetek melyik legyen? A Subaru stabilabb, de abban 10 lóerővel kevesebb van per tonna, mint a Mitsubishi-be. Szerintetek melyik legyen igazából? Majdnem 1 millió eurónk van. Mind a kettőt meg tudnám venni simán, ki tudnám csengetni. De a ti véleményétekre is kíváncsi vagyok, szerintetek melyik legyen? Mert nekem a Subaruhoz húz a szívem, de hogyha te Mitsubishit mondtok, akkor legyen a Mitsubishi. És kíváncsi vagyok, hogy a többség mit mond. Lambi, ez nem válasz, ezzel csak megnehezítetted. Mert mind a két autót imádom, az a baj, azért mondtam, hogy valamit válasszatok. Mind a kettőt szeretem, tehát hogyha, figyelj Lambi, hogyha ide raknák nekem, vagy ezt, nekem tök mindegy melyik lenne, mert mind a kettőt imádom, de hogyha a szívemre kell hallgassak, akkor inkább Subaru. Nem tudom, hogy miért, de én valahogy a Subarut megszerettem az évek alatt, lehet, hogy a Dirt 2-vel való játék miatt, vagy még a Need for Speed-ekből maradt meg ez a Subaru imádat, nem tudom. Akkor már a Subi, azaz, jó van. Hát a Subi. 400 ezer euró, baszki. Jó lenne egy ilyen a ház elé. 200, hát olyan 300 lóerő körül van egy ilyen. Azért Lambi, te egy ilyet elfogadnál szerintem. Úgyhogy betennék a ház elé, hogy nesze, vigyed. Megvesszük a Colin McRae festést. Szerintem te is elfogadnál egy ilyet. Na, nagyon, nagyon szép hangja van egyébként. Gyönyörű. Itt még a rally nem láttam amúgy Subaru, csak Mitsubishit. Colin McRae emlékére ez a No Fear festést is megvettük. Neked nem kéne egy ilyen? Nem mondd már, Lambi. Nem ülnél be egy ilyenbe, egy ilyen 4 kilométeres pályán üzének, navigátornak? Nem mondd már. Én csak egy 140 lóerős, meg egy 118 lóerős BMW-be ültem, egy E. Hú, most nem akarok hülyeséget mondani. E36? E36 kupé volt? Várj, tudok egy picit, mindjárt megnézem. De akkora élményt tud adni az is, mert ugye a rövid táv miatt,
meg a technikássága miatt. BMW... ha... várjál... E36... kompakt. Kompakt? Igen, igen, ez egy E36 kompakt. Amivel keresztapám nyomja a rallit. Majd teszek be róla képet. Már küldte ugye Messengeren a fotókat. Tehát a ismerősének, meg neki is egy ilyen E36-os kompaktja van. Csak a ismerősének az izé, az 118 lovas, az övé meg 140. És, még egyszer mondom, és, ahogy fel van szerelve, Sparku ülésekkel, meg ugye a hozzátartozó dolgokkal. Sziasztok! Hello! Na, tehát a hozzátartozó dolgokkal. Szia, mami! Tehát a hozzátartozó dolgokkal, meg a összetákolással ilyen fél millió forint volt, és most 1 millió forintot kóstál amúgy a cucc. Úgyhogy, ja. De majd mutatok izét is, hogyha fel lesztek még Discordon, ha végeztem, akkor mi mutatok videót is. Már van. Hogy mik történtek. Meg amit így mesélni tudok a múlt szombatról. Így miközben. Mit tudom én, mennyivel megyünk? Szerintem én 200 körül. Ne csináld ezt velem. Meg jó, hogy négy kerék hajtás, és nem a hátsó, mert a hátulja az nagyon inog. Hú, bazd meg! Jaj! De inog a hátulja. Keci. Hú, de inog. Hát, bazd meg. Nagyon inog a háta. Lezúgtunk a kanyomba. Hello, szia! Szerintem akkor előnyre tettünk szert, hogy ez nem lesz probléma. Meg fogjuk nyerni, csak akkor is üzébe, ízbe akartam megoldani, hogy picit összetörtük, de nem estem le, de hát most egy ilyen kör. Még így is 10 másodperc elé. Jesus. Nem, köszönöm, elég volt a túrós batyú, meg a... Jó, akkor ez is megvan. Ebből is jön be, vagy 120 ezer. Nem, van vizem, hoztam. Hát azért rájuk vertem egy jó pármást, egy jó tízest. Mustangokat jobban csi. Jó, hát... Nyilván én is csipem a Mustangokat, de hogyha... Jó, Mustang rally autót még nem igazából láttál szerintem, Rambi.
Itt ugye szegény kis hazánkban csak ilyenek vannak, mint például Lada, rallyautóként Warburg, meg ilyenek. Hát mondjuk van két izé, ami meg is lepődtem, mert ugye az osztrákoknak azért több maniuk van, de mondjuk az ilyen nagyon jó felszerelt ladák is kóstálnak egy jó 10 milliót. A lényeg annyi, hogy közben veszünk szerint, hát 700 ezer. Közben veszünk egy Peugeot. A lényeg az, hogy meg is lepődtem, hogy két osztrák egy izét hajt. Egy ladát amúgy. Na, itt most figyelnem kell, mert ez nagyon zé pálya. Nagyon technikás, sok csiki-csuki van benne. Szép. Ugye itt a gumicsíkoknál jobban tapad elvileg, így érzésre. Jobb három. Bal három, jobb három. Nyitás, nyitott hosszú. Ahogy rakadt életbe. Most buktuk a jó időt. Vagy nem. Van így még 8 másodpercünk, az igen. Akkor mennyivel értem volna ide, nincs gond. 20-szal. Bal 2 volt. Azért kellett majdnem nullára lefékezni. Már szűk volt a vége. Lesz még egy ugrató is. 200 és itt a vége. 13. Az szép.
13 másodperc. A Clubman az jó lesz szerintem. Van benne kihívás is néha. De hogyha ráér ez az ember a Gusimaliba. 3.43. De itt az üveg nagyon gyorsan törik amúgy. 120 ezer euró. Vissza is jött a kocsinak az ára. Simán. Itt mennyit kapunk? 160-at. Rallycross. Nem szóval, ezért imádtam én kiskoromban ezt, mert tényleg jól is nézett ki, meg tényleg változatos helyszínek vannak, ahogy ti is látjátok most. Van itt mindenféle lehetőség. És igazából azért fontos mindegyiket megcsinálni, tehát még sarkalt a játék téged arra, hogy csináld meg mindet. Mert ugye úgy tudod összegyűjteni a versenyeket, úgy tudod kinyitni, hogyha meg összegyűjtöd a tisztis pontokat. Második vagyok, ja. Szerintem még harmadik. Elvileg még itt van valahol Colin McRae is a vizébe. A listában, Isten nyugasztalja. A rally legendát. Emlékszem, amikor én meg hallottam, hogy mi történt. Konkrétan elmentem a sarokba sírni, erre még mai napig emlékszem. Ott is van. 1.24. Nem tudom, hogy ez a leggyorsabb körrel végre lesz-e. Jaj! Na, elbasztuk. Gyorsan kapaszkodjunk vissza rá, mert meg fog előzni. És nem lesz meg a 10 pont. Hello, szia! Gyere, 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 gyere! Iii. Jól van, oké. Ketten vannak rajtam, de nem baj az. Megnyertük az egész bajnokságot. Hát még nem, de majdnem. Na, 0.39, az nice. Akkor meg lett a personal best, a leggyorsabb kör, nem? Ezek szerint. Colin McRae itt volt. Nem, mert lehet, hogy elvittük a festését. Hát azért nem, vagy hogyha Mitsuval mentem volna, akkor lett volna itt. 160 ezer euró. És mindjárt vissza egy verseny még, és mi? Hát, úgy csak az a baj, hogy ez venni kell. Nagyon könnyen nyerek, azt mondja. A Clubman az jó. 232-20. Legyen Citroen. Nagyon Citroen. Merci beaucoup, merci, merci. Au revoir, bonjour. No. Nézzük. This is gonna be good. I can feel it. LOL, francia autó és angol rendszámmal. Spanyol pályán. Magyar pilótával, érdekes kombó. Ajaj, már beljebb, nem lesz ilyen
Nem lesz ilyen vicces, majd óvatosan. Nem tudom, miért van ilyen hülyén a váltó karjennek. De hát istenem. Ahova elfért. Mondjuk tök hülye, hogy jobbra ki kell nyúlnod helyesen a műszerfalra. Váltani tudj föl meg le. Akkor miért nem a kormányom van? De ahogy látom, közel is vannak az ülések egymáshoz, úgyhogy ez így megmagyarázza. Jaj! Betört a szélvédő, nem látok. Az meg. Meg is pördültünk, hát így. Épp, hogy nem lesz meg a izé. Elsőség, meg el is basztam, szóval így mindegy, de a kézifékben ezek jobb oldalt van, az még befért. Ja, meg itt ami változás ugye a többi Codemasters játékhoz képest, hogy itt nem volt még az a buzi visszatekerős gondolat. Mint a F1-jékben is, hogy a hibázol 500-szor visszatekeren, nem. Hibáztál, vagy feladtad, és újra próbálkoztál. Vagy hogyha terminálra vágtad, akkor újra kellett indítanod, vagy mentél egy másik versenyt addig, ami könnyebbnek tűnt. Ez a két megoldás létezett. Mert itt még nem volt az a buzi forever visszatekerünk. Az csak az újabb játékokba jött be, vagy a régi griddel, ami 13 éves, azzal kezdődött. Nem is vezetünk itt olyan acélosan. Azt hittem, hogy itt megverünk 9 vagy 8 másodpercekkel mindenkit, de ezek szerint nem. Nem is baj, amúgy nem kell mindig dominálni. Legalábbis szerintem. Most már nekem is kezdett unalmas lenni, hogy folyamatosan dominálok és nem kell, hogy figyeljek. Ez most muszáj volt. Kitörjön végre az üveg. És akkor most már lehet nyomni neki, mert látok. Meg lehet, hogy lesznek egy idő után mikrologok. Ha előfordul ilyen, akkor elnézést, de hát régi játék. Előfordulhat ilyen. De itt is valami 4 másodperc, úgyhogy megint kezd ki alakulni az előny. Hoppá! Két kerekezünk. Úgy kell azt. Jaj. Hú, de nagyon szűk itt a vége. Bal 2, jobb 3. Na itt már megint 15 másodperc, 13. De nem baj. Mindjárt olvasom a csetet. Csak végigérek. Jaj! Na, 13 másodperc, remélem nem ugrott annyira sok. De azért
Ugrott egy-két másodperc, ez fix. Pont a végén baszom el, mert ránézek a chatre. De szerintem nem lett akkora baki. Jaj! Ne szorulj be! Pazd meg! Jó, még 10 másodperc, oké. Nem amúgy. Én néztem rossz helyen a csetre. Azért is mondtam, hogy faszomnak nézem a csetet akkor, amikor nem kéne. Hát, nem tudom, hogy bealszik-e valaki. Erről nincs információ. Ó! Hát Nopelt. Suzuki-t, meg a... megyünk a Clio-val szerintem. Igen, a retro feeling kedvéért billentyűzettel. Amúgy felismerné szerintem a... Sőt... Várjál! Jó, hogy most említetted, meg kíváncsi vagyok, hogy felismeri a kontrollert. Elvileg fel kéne, hogy ismerje. Viszont a menüt nem lehet vele irányítani. A menü az billentyűzetes, hops. You can see why it's still competing and winning rallies today with that kind of quality. Én most elmondta a Renault-ról, hogy ez a leggyorsabb a kategóriájába. Meg ugye itt van a... Total lose, total. Itt vannak ugye, hogy hány kilométert vezettem. Na most kíváncsi vagyok, hogy megy-e kontrollerrel. Smooth and steady. I'm Mr. Smooth and you're Mr. Steady. Let's go. Már jár. Nem retire. Csak kimegyünk a menübe. Mert hogyha lehet, akkor beállítom azért a kontrollerre mégiscsak. Szép. Ha lehet. Mindjárt olvasom, pillanat. Control settings. Keyboard. Custom. Ja, hogy csak a izét érzék. Jó, az Xbox van, nem érzékeli. Oké. Okay. Jó tudni. Na, akkor a kontrollert nem érzékelte. Customba be lehetne. Majd következő részbe beállítjuk. Jaja, mondom, csak megnézem, hogy igen, szeretnék visszatérni az elmentett játékhoz. Ja, meg a retro feeling miatt, hogy ugye kisgyerekkoromban is billentyűzete játszottam ezeket. 2012-ben vagy 13-ban lett kormányom, csak az most el van ugye rakva valahova. Most meg nem is fér el az asztalon.
Szóval marad a kontroller egyes játékoknál, vagy éppen a billentyűzet. De egyébként billentyűzettel ez is szerintem tök irányítható. Ha hozzá van szokva az ember, hogy egy szivacsot vezet vizes aszfalton, és mindig, ha esik, ha fúj, itt már nem is olyan izébe vezetünk, pedig gyorsan átjöttem. Pedig gyorsan átjöttem itt a szőlődűnék között, de így is egy másodperc hátrány. Pedig padlógázzal jövök. Le sem vettem az ujjamat róla. De lehet, hogy itt hagytam benne, ahogy bejöttem a dűnék közé egy picit. Ahogy bejöttem ide az előbb, itt hagytam benne azt a egy másodpercet, most négyjel jöttem át. Ajtű! Ne! Bazd meg! Faszom. Na. Egyébként most indítottam utoljára újra, hogyha elbaszom, akkor annyi. És akkor majd újra indítjuk a végén. Mert közben már nem akarom. Ja, egyébként vannak ilyen mikroakadások, az a játék öregségének köszönhető. Meg egyébként ez a játék valahogy úgy számolja a grafikát, hogy a processzor jobban kihasználja. Jó, itt 3 másodperc előny. 3.25 egészen pontosan. 3.25. Na bazd meg. Remélem ezzel nem ment el a 3 másodperc, de majd mindjárt visszahozzuk. Ne. Bazd meg. Szara. Na jó, még egyszer utoljára. Szar a fék amúgy egy-két autónál, azt veszem észre. Na, gyerünk. Német izé. Szőlődűnék, nagyon már kibasszanak velem. Olyan simán ment a karrier, gyerünk. Gyerünk. Amúgy a VRC hetet is megnéztem izével. Billentyűzettel, hát az nem volt ilyen sima. Úgyhogy érződik, hogy mire fejlesztették inkább ezt a játékot. 3.82. Na itt kell vigyázni, mert hogy itt visszafordító van. Na, most jöttünk át, jó, gyerünk. Egy másodperc lehet, hogy itt is bennmaradt. Jaj! Azt a mindenit! Hú! Megfogott a pad. Hello? Nem látok. Ébazd meg. Itt lehet, hogy sokkal többen maradt, mert... Égeci. Nem látok. Olyan pókhálós rőtre nem látok. Há, bazd meg. Megint újra kell indítsam, geci. Annyira pókhálós rőtre Cliónak a szévédé, nem láttam ki.
De hogy basszus, hogy nem törik ki, hanem csak konkrétan bennmarad. Azt se értem, hogy... Most miért? Gyere. Most ötösbe szépen végig toljuk, hatos. Egy másodperc, ez nem annyira, majdnem kettő, de nem annyira vicces. Ez a lecsúszás ennyibe került. Ne, ó, bazd meg. Neki tudtunk jönni, nyomás. Nem is sérült az autó. Gyere. Jaj! Annyira pederek az ujjaim, majd a numpadon belertem. Így, né? Tehát megint visszafordító, gyerünk, most megyünk lefelé. Ez tényleg a ADAC és német rally. Ugye az ADAC az meg a német autómentő szemfaszom klub. Ennek hívják őket ugye sárga angyalnak. Vagy autó... Ja, autó... Német autóklub. Jó, megvan már. Ha pontosan akarok fordítani, akkor német automobilklub. Azt hiszem. 8 másodperc. Jó van, azért behoztuk. Abból az egy másodpercből meg öbből lett 8. Jó lesz ez így. Csak mennyi lesz a vége? Az 12 másodperc. Ja, igen, Richard Burns. Na, azzal még nem játszottam. Az az egyetlen, ami kimaradt. Vagy ez egy csípem inkább a dirt. Dirtös vagyok. Én is inkább, de mondom, már megnézem magamnak a VRC-hetet. Aztán jónak jó, de... Mégis a dört az igazi. Szerintem legalábbis nekem is. Tehát az első három dört, tehát a dört, egy dört, kettő, dört, három az nekem a favorit. A dört rallit, azt majd stream tekintetében meglátjuk, hogy sikerül-e. Mert annak ugye azért a szimulátor irányítása van. Csak a választék. Na, mivel itt most háromféle választékunk van, az itt a kérdés, hogy melyik legyen, Grande Punto, Peugeot vagy Subaru. Már 1 óra 20 perc eltelt, azért 1 óra alatt azért szépen haladtunk, ha így nézem. Meglőtt az első szint egy óra alatt. Nice.
Na, most én egy Ausztrál Rally négykerékhajtás. Impreza. Jó, én is arra szavaztam volna, én nagy imprezzás vagyok. Amúgy. De igazából mind a kettő csípem. A Subaru-t meg a Z-t is. A Mitsubishi-t is csipázom, de inkább, hogyha választani kell, akkor inkább Subaru. A boxer motor hangja miatt. Azt valahogy én megszerettem gyerekkoromban, és azóta se engedek belőle. Jaj! Indulj el! Andy, bazd meg, hogy nem mondtad, hogy fa. Meg bokor. Hú, de nagyon ez a pálya. Nagyon kemény lesz ez. Hihi. Meg billentyűzet nem olyan egyszerű, mert az erő visszacsatolás nem érzi az ember, hogy csúszik meg. Meg stb. De majd következő streamre beállítjuk, akkor... Anyád! Anyád! Mekkorát kaptam a fától? Kaptam egy taslit. Azt hittem szétszakad az autó. Hello? Ja, elővisszacsatolás nélkül amúgy nehéz. Big jump, itt volt a probléma. Tehát igen, az nem a big jump, mert persze tovább dob. Egyenesen a fána. És visszavettem a gázt. Ne! Passz meg! Jaj! Jó, most... Nem... Ezért... Jump... Jó, visszavettük a gázt. Jaj! More! De legalább kitört az üveg. Ne! Még 3 másodperc előnyünk van. Nem kell az a szélvédő ide. Csak zavar. Íj, a tuja. Amúgy jó fékek vannak ebbe a Subaruba. Mert nyomsz neki egy féket, azonnal elassul. Nem kell telibe nyomni. Most itt a jumpoknál lehet izélni. Csak okosan. Mert azért dobálja a hátulját. Nagy ugrató bukkan. Jó, 3 másodperc itt is megvan. Jaj, jaj, more. Bazd meg, fönnakadtam. Na, most teperni kell, mert most elment 2 másodperc legalább. Bazd meg, íj a fa. Íj a pokor. Gyerünk már. Menjél! Két dupla ugrató! Ne basszál már! Azért dobott meg ennyire. Meg szerintem itt már a hajtásra az igazi, mert... 3 másodperc. 6. A 6 másodpercet be tudunk hozni. Thank you.
Az meg. Megforogtam. Még egy-két másodperc. Ah, Istenem. Persze. Tujának itt kell lenni, baszki. Megálljon benne az autó. Meg kell forogni. Persze. Na, ez már nem lesz meg. Ezt elengedtem. Mondja, akkor rest. Az meg. Na. 22 másodperc. 15. Jaj. Igen. Igen, igen, igen. Lassan, nyugodtan. De az meg, na végre. Ezt tudjuk le az elején, mert akkor legalább nem kell vele baszakodni. Kitört az üveg. Úgyhogy vehetjük direktnek is. Ne. Ó, hogy itt bukkan, és azért megyek le. Bukkanó a gáz. Meg a dupla ugratók. Ez a pálya nagyon kemény. Ez a kemény, nem a kátszéle. Hát nem is vezetünk olyan erősen. Egy másodperc. Egy egész valamennyi. Az meg. Na. A kacsiba már. Megforog. Igen, ugratókra kell figyelni, persze, tudom én, csak gyorsan is kell menni közbe. Szóval most döntsd el, hogy melyik. Fékeztem inkább egyet. Szóval jobban járunk. Itt is van dupla jump. Nagyon durva. Szűk is. Kézi fékezni nem éri meg. Azért olyan 7 másodperc, azért már barátibb. És még ki is tört az üveg azonnal. Nagyon jó. Annak én csak örülök, mert legalább nem kell aggódni, hogy más helyen törik. Na. Közben, amikor csendben vagyok, a navigátorra figyelek. Ugye mit mond? Hol vannak az ugratók? Mert ugye azokra figyelni kell. Ez nagy ugrató volt, és nyomtam neki a gáztáját, hogy elvettem volna. Nem baj. Adom ezt a pályát, amúgy jó technikás.
Az igen, 22 másodperc. Klubban az szerintem jó lesz, legalább van sikerélmény is, de izzadni is kell egy kicsit, vagy figyelni, hogy jók legyünk. De szerintem lehet, hogy amatőr lesz, amíg még ilyen kezdő szint van. Aztán majd, hogyha nagyobb szintek vannak, akkor mehet a klubban. Na gyere, 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 gyere! Ugye, már egy kicsit kacskaringós, meg technikás a pálya, hogy látjátok ti is. Azért megyek inkább a pálya szélén, mint a pálya mellé csúszik. Annyira... annyira szűk. Meg ennek a kisebb kanyarok egymás után, de így is 26 másodperccel. Verjük meg 25-tel. Nem reális irányítás. Én meg nagyon szoros vagy. Egyébként én is szoros vagyok, tehát ha lehetne venni, akkor én is. Ja, Istenem. Na, 160 ezeret ez is megkaptuk, hát... ezekben a jobbra borrákban azért az ember keze el tud fáradni. Toyota Celica! Ha-ha, meg a régi izé! 95-ös! Micsoda autók! Toyota Celica! Azt a kurva! 400 ezer euró! ezek micsoda autók! Jesus! Toyota Celica GT! Azt a kurva, micsoda autók ezek. Hát nem tudom. Impreza. Jó. 480. Van pénz rá, szóval. Jöhet. Van erre eredeti festés? Nem nincs. Subaru Impreza VRX AR STI verzió 2. Pepega. Másodlagos verzió. Cél. Croft. Aha. Da-da-da-da-da. Ó, még setupból nincs lehet. Ja, nem Andy, Christian. Mert a magyar fordításban Kautsky, vagy nem Kautsky, hanem Cselmeci. Roland. Azt hiszem, Cselmeci Roland mondta, hogy Andy, ne? És ez még meglepetés, a magyar szinkront a izék hozták össze. A CD Projekt.
Magyarország. Ehhez csak nem találtam. Kerestem ma egész délután, de nem találtam. Magyar szinkront. Ja, magyar. Mert az nem csak szinkront tartalom, hanem ugye feliratot is. Hát ugye azóta 13 év eltelt. Már csak kettel árakolunk, hogy mekkora izé, mekkora nagy királyok a srácok. Tévőfejektől, hogy behozták. De abban az időben mindenhez tudtak izék. Idézőben mindenhez tudtak magyar szinkront adni. Ott van a Crysis-ok. A Crysis, ugye a magyar felirat. Crysis Warhead izé, magyar szinkron felirat. Tehát nem értem, hogy ezzel mi lett, ugye. Az utolsó játék, ami magyarul jelent meg, és nem PlayStation-ről betettek, meg nem a Quantum... Quantum Quantic Dream, a Detroit, abban is magyar felirat, ugye. A mér innen is nagyon nagy köztet. Akartam mondani, ugye akkor az nagy szó, abban az idő, 3 éve, hogyha egy játékba belekerült a magyar irat. Még most is az, ami az utolsó olyan játék, amit nem tettek át később végére, és jön. Az egy ilyen hagydok, ami meg az Assassin's Creed Black Flag. Ez a kettő PC játék, ami gyors feliratot kapott hivatalosan. Amik meg ugye PS-re átkerültek, azok izé volt. A Detroit ugye, meg ugye az ilyen fun fordítások, Sims 4, meg a többi. De egy kicsit följebb volt, bocsánat. Följebb csúszott itt a nagy izgalomba. A lényeg az, hogy azért... Azért abban az időben a... Óóó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  megvan az izé, Fiat 131. Na, nyílnak itt a versenyek, mint a pezsgős dugó. Ez is Németország. Na, elég lesz ehhez a fordítós dologhoz még annyi, hogy akkor meg főleg nagy szó volt, hogy lefordítottak valamit, még most is az, de most már inkább elvárás, mint meglepődés, hogy hát följebb vándorolt így a állam fölé, vagy így a ajkon fölé, de nem úgy csúszott föl. Heha, nézd meg. Rossz az, aki rosszra gondol. Nem, amúgy én is jégvíja vagyok amúgy. Már 100 km. Az a átlag megtett kilométer volt, vagy átlag sebesség? Most megint megyünk a szőlődűnék között, németeknél. Csak most front... Ja, ez is francia autó. Már hozhattam volna a Fiatot is, csak nem volt kedvem. Csak most ez a, nem a 1006-os, hanem a 2000-es kategória, aminek ugye azért több a... Na most lecsúsztunk ide az aljára.
Jó, egy gonddal kevesebb. Jaj. Nem figyelek a navigátorra, azért vagyok ilyen balfasz. Micsoda fura? Fura az. Ez a két. Micsoda? Ezt most nem igazából vágom, hogy ez mi akarna lenni. Ne haragudj. Tarmek az a izé, nem? Kavics. Egy homok. Na most már visszateszem a fülemre rendesen a helyhallgatót. Visszük a fenyőfát, úgyis mindjárt itt van karácsony. Állítsd vissza! Uff... Bakker... Jó, jó. Ja igen, kavics után... Aszfalt... Hogy abban egy az a legszűkebb. Right four and left four.
Ja, hogy ez ennyire szűkül, ilyen hirtelen, jó. Nem tudom, hogy mentek rajta 2.25-et, de mindegy. Lehet, ez még Colin McRae mente. Kipróbáláskor. Mert ha jól tudom, ha jól olvastam, akkor ennek a játéknak a megalkotásában még segített. Jól utána olvastam. Hill climb. Ja, az elbetűt majdnem kijött a Falcon Tires. Hill climb. Egy kerékhajtás. 160 ezer. Ez a második hillclimb eventünk. De még szerintem ezen kívül megyek egyet. És akkor legyen ennyi egyenlőre. Még a végén megmutatom, hogy milyen rally csodák vannak itt nálunk a környéken, amiket én láttam mostanában. Ez lezúgós lett volna, ezt inkább. Bazd meg, ez beláthatatlan, azért nézem el mindig. Próbál az ember jól fékezni erre. Na, lesz neked 9 másodperc.
Oké, 4 másodperc, még így is behoztuk. Azt hittem nem lesz meg. Négy másodperccel jobbat ment valaki, az igen. Na. Két új event, még egyet csinálunk, és akkor annyi. Csak melyiket? Hát, most nincs kedve, mert Arlihoz most volt. Legyen egy ilyen. You showed clubbing how it's done. Nice. Now it's time for the amateur level. Amatőr level, nem majd a következő után esetleg. Majd a következő részbe menjünk még egy lendrást, aztán akkor ennyi mára. Egyébként nem tudom, nektek is ennyire tetszik az a játék, mint nekem, vagy csak én vagyok így vele egyedül. Mert a gyerekkoromhoz kötődik. Meg tényleg változatos játékmenetet nyújt, ahhoz képest, hogy csak menni kell. Változatos pályákat számítom itt a játékmenet alatt. És hibáznak. Hát beszarsz, hibáznak az aik még könnyű szinten is. De... Bakker.
Basszus, hogy ennyire komolyan veszi a pályán belüli maradást. Szia Fetti! Hello, hello! Menj már innen, eló! Mi újság, Fetti? Hát... nem sok. Semmi sok. Amúgy... El vagyok, meg vagyok veled, Mizu. Vivivel találkoztál, mert most elvileg... itthon van, szóval... nem tudom, hogy összefutottatok-e, mert... mondtál valami olyasmit, hogy tervezitek. Jó van. Nem, jó. Hát... majd csak összefutok, még egy hétig. Itt lesz. Legalábbis én is úgy tudtam meg, hogy itthon van, hogy... fölnéztem az Instagramra. Mert amúgy nem szólt volna. Nyaljon meg a... a bal meg a jobb fülét. Jaj, ez nem kellett volna, ez nem kellett volna. Íh, állíts fel ez az. Köszi. Francis sem bele ezekbe a hirdető táblákba már. Ez az. Meg van két köröm, csak ne kapkodjam el. Persze rakja vissza.
Bazzeg. Nem tudok egyenesen menni. Lehet, hogy a felfüggesztés kaptak, megkapott egy kicsit, vagy a hűtő. Nézem. Kerekek kaptak. A hajtás, meg a rugók, úgyhogy lehet, hogy rugók adtok. Meg a hajtás, lánc. Vagy a fene tudja. De valami kattog, az fix. Egyébként erről azt hittem, hogy van izé versenyzene a játék alatt. Erről a kattogásról. Menjetek már, le lesztek körözve, hello. Mi az Isten csinál az ott? Egyébként nem tudom, hogy valakinek volt alkalma dörtötte játszani, de az sehol nincs ehhez képest. Ez még 10 év után is. Vagy bocsánat, 14 év után is fel tudja venni a versenyt a mostani játékok nagy részével grafikailag szerintem. De hát a Dirt az borzasztó grafikailag. Úgyhogy a Codemaster-szel nem tudom, mi történt, de valamit ki kéne, hogy találjanak, hogy jobban oda kéne tenniük magukat, szerintem. Hogy már lehet, hogy szarnak bele az egészbe. Ki tudja. Jaj. Nem tudom, hogy streamelte a hazautat. Megpróbált valamit utazás közben, csak nem jött össze.
Na, 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 na. Ja, ez ilyen rövid pályás. Jó, nem olyan, mint a másik. Bocs, de megcsúsztam. Hát nézd meg, még rám is szól, hogy mit csinálom. Vissza kellett volna vegyem a gázt. Ja, csendet úgy érted, hogy nem érnek sokan. Vagy elbeszélünk egymás mellett. Hát ez tudod, nem olyan content, ami mindenkit érdekel. Ez itt az a legfőbb dolog, azért nincsenek sokan. Ezt nem hiszem el. Tehát a tundra jobban feküdne. Most azon gondolkodám, mert az akkor megéri nekem azt a 600 ezret legközelebbi alkalommal. Ennek a fékjei borzasztóak. Na
Na... Na, ilyet se hallottam még. Hát... Hogy lehetek ekkora béna? Már harmadjára rontom el. De most már nem indítom újra. Ha csak szét nem töröm. Vagy mégis... Ah, az ujjam. Ki van? Úgyhogy a utolsó verseny előtt, ami ezután lesz, még lesz egy kis gyors kézmozgatás, mert kezd beállni a üveg ujjam. Kemény becsapódás, hogy jól vagyunk. Kérdezte a csapatfőnök. Még van egy kör ezen kívül. Megdobott az anyád, úristenit. Hát ilyen nincs. Végére megint elrontom. Hát ilyen nincs bezmi.
De... Mi a... Hogy... Csúsztam én ki? Szűken akarok fordulni, és nem megy. Tessék? Ja. Azt hittem, van nekem szót. Ott is van. Végre. Túl sok körülött a legjobb 1 perc, 2. 55 másodperc a világrekord. Azta. Ennyi easy. Kamaz. Ott a Ruszki Power.
Jó lesz, ez van itt kamionverseny is. Na nézzük, mi van még itt. Van egy japánral link. Hát... Kutyér. United, USA, Francia, Colorado, Japán, Anglia. Hát... Head to head legyen az utolsó. Head to head legyen az utolsó, amit megyünk. Na itt már mehet a belső nézet. Egyébként ennél a játéknál rájöttem, hogy néha fékezni, meg néha az is elég, hogyha visszaveszi az ember a gázt. Jaj, de sima. 8 másodpercet kapott. Jelambi. Ismét. De tényleg, Fetti, adok neked valamit. Most remélem nem fogyott be a játék. Csak elment a kép, pillanatra. Adok neked mindjárt valamit, Fetti, egy pillanat. Ugye sokat jársz itt, úgyhogy adom azonnal, csak most ennek ugye az a izéje, hogy állóképet láttok, de tevékenység nem az, közösség. Követők listája... Hol van? Mindjárt... Tartalom... Nem tartalom... Akár várja, hol van? Közösség... Ja, nem közösség... Jaj, mindjárt meg lesz... Csak... Hirtelen... Tevékenység... Á, itt van. Hozzáadunk. Adunk Fettinek egyet. És csak Fetti, mit kaptál? Hihi.
Jó, nem állt meg a játék. Hát nézz oda a bal oldalra. Nincs mit. Ó, egy finnel fog összedobni. Yami. Hakonnen. Nekem. Hát sokat jársz itt én azok, akik tényleg itt vannak sokat, és akkor... Ezért Torina is kapott. Ő is azért itt szokott lenni, hogyha tud. Úgyhogy ennyi. Azoknak adok, akiket gyakran látok. És azoknak minek adjak, aki csak néha-néha évente egyszer rám köszön, hogy helyó. Most fogjuk megelőzni a finn úriembert. Kanyarba elvileg, már előtte vagyunk. Aztán majd gyakorlatilag meglátjuk. Ujjj! Emlékszem, amikor ez a játék még kiskoromban nagyon nyögvenyelősen ment. Bár az a Lancia most se kutya. Már előttem van. Szóval kicsit tricky a történet, de majd megoldjuk. Ez az, már előtte vagyunk. Easy Rider, ujjj! Kicsit túlmentünk, de nem gáz. És hány másodperc? 3, oké. Nem lesz felénye, jó. Oké. Nice. Egy perc 45 mentünk, egy 25 meg a világrekord. Na. Hát szerintem lesz még egy verseny, mondja, kiválasztunk valamit. Nagyon meg vannak velem elégedve, mennyi pénzt gyűjtöttünk? 1 millió 2. Gazdagok vagyunk, Dick. De még milyen vastagok. Legyen az utcsóira Alli. Egy kerékhajtásúval jó lesz. Japán. Japanese. Konnichiwa. Arigato. Hú, ez nagyon... nagyon szivatós, erre még emlékszem. Kiskoromból. Meg ugye kicsiként nem is értettem angolul egy kukkot se. Meg a... reflexeim is hasonlóak voltak. És azt se értettem, hogy mi van, csak mentem előre. Most nagyjából értem a navigátort, hogy mit akar. Nyitás 60. Bal 5. Jobb 3. Jobb 6. Bal 4, jobb 4. Bal 5. Jobb
7 másodperc, nice. Első szektor. De szűk. Itt azért lehetne kézi fékezni. Elég szépen. Jaj, kiestem a világból. Mármint a pályáról. Még jó, hogy könnyű nehézségem van. Egyébként a változás réghez képest, vagy még very easy-n sem tudtam teljesíteni. Úgyhogy most már azért jobban figyelek. Tehát ugye kicsiként mi a fenét figyeljek a navigátorra. Csak élveztem a játékot, az kész. Eredménytől függetlenül. Az igen, 16 másodperc. Lehet, hogy amatőrön kéne a rallikat majd menni ezek alapján. Médium nehézség. A fegyben meg agyon vernek, hogyha nem easy megyek. Fél másodperc. Másodpercnyi előnnyel végeztünk itt. Na. Hát akkor legyen ennyi már elég. Azért nem rossz. 20. Hát, ja. 20 másodperce vagyunk elmaradva a világrekordtól. De nem gáz. Na, 160 ezer euró. Kérem szépen, 1.400.000. Na jó, mi van még? Még van 3 verseny. Na, tudjátok, mit lemenjük ezt is, és akkor meg... És akkor ezért... Amatőr level, azt mondod? Na, jó van, figyelj, gyere. Gyere rám. Gyere rám, genyó. Amatőr level. Médium nehézség, gyerünk! Zsa! Ad nekem ezért 200 000 zsetont, ha megnyerem. De most azért itt jobban kell figyelni, szerintem a relliknél még hagyom. Na, ezt kezdjük újra, mert ez nem volt clean. Na, de izé... Amatőrnél feljebb nem megyek. Az fix, mert a profin már nem fogom nyomni. Gyere, 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 ez az, gyere. Kúrni. Az kicsúszott. Az.
Az megforgott. Vagy behúzta a kéziféket, vagy én nem tudom. Hárket. Három kör. Ó, ez benéztem a kanyart. Nem esek kétségbe, szóval még egy köröm. Na, most már igen! Baszd meg. Jó, megyek be. Csak most így gyorsan végig gondoltam, hogy érdemes-e menni. És mivel hatan annak, simán lehet itt hármat előzni a visszafordítóba. Ezért megkockáztatom, hogy a utolsó körön még behozom őket, csak nem így. Gyerünk már a passzom. Hogy miért csúszik ez tovább? Olyan, mint a szappanom menne. A fasz. Elmegyünk kettejük között. Ó, nem megyünk. Jó. Hát az meg... Menjen már az útból, hát... Befékez itt. Itt van, ami köcsök. Úgy. Ez. Szép. Még egy kör, azt hiszem, ja. Így van. Visszafordító, utolsó pár méterek. Nyakamon vannak. De ügyesen megoldjuk. Ez az. Kész, easy. 200 ezer euró a zsebbe. És amatőrön hozzáteszem, és megfutottuk a personal bestet, tehát a sajátunk legjobbját. 0.32. Volt valaki ismerős, nem? Awesome, man. Who taught you to drive like that? Out of sight. Ennyi. Ja, 150 ezer. Na, 20%-nál járunk. Ez milyen pálya lesz? Kétszázezer.
Hány kilométer ez a pálya? Track inform. 4,3. Ez is már még szerintem amatőrbe. Csak a rallinál levesszük Clubmerre megint. Ja, ez igen, az csak hosszabb. Azt jó falnak vágtuk. Az igen. De már. Ó, a francba.
37%. Legalább 2000 euró és 10 pont. Awesome, man. Who taught you to drive like that? Out of sight. Vagyis van majdnem 2 millió. Ja, majdnem 2 millió eurónk van. Itt szerintem lejjebb veszem, elég lesz a 100 000 is. Lejjebb vettem egy a biztonság kedvéért, hogy meglegyen az is, és akkor ezzel helyezzük be, már holnap folytatjuk. Hát igen, pont azért, mert ilyen szűk. Pont azért vettem le, mert ilyen szűk a izé. Pálya. Hogy az egész 5 kilométer hosszú pálya. Hát ezt nem hiszem. 3 perc a világ rekord itt. Basszus, miért mindig egyenesse?
60, left 5, tight, 4 over crest, 150, right 3. 60, left 5, over crest. 80, crest, jump, 100. Right 3. 60, over bridge, left 4, right 3, left 4. 40, left 3, and right 2. Over crest. 60, crest and left 3. 200, right 3 into left 3. 40, left 6, 40, right 5 into left 5. 6, 40, right 5. 40, right 2, over crest. 40, left 5, 60, left 3. And right 3, and crest, and left 4, 100. Right 3. 40, left 5, over crest. 100, left 5, over crest. 80, right 5. 80, right 5, and crest. 60, right 4, and left 5, open. 150, over 2 crests, and right 6, over jump into left 4, open long. 150, left 6. 6, long, tightens 5 into right 3. 60, left 6, over crest. And 2 crests into right 3 and left 4 open. 150. 4, 60, right 3 onto tarmac. 150, crest, and left 6. 80, left 6, left 5 into right 4. 80, right 4, and left 4 over crest. Hát én nincs, hogy a végén cseszem el. Left 4, right.
sok volt a fight most. Az meg... Végére cseszem el. Tök jó, 5-6 másodpercek végére meg plusz 5. Rossz, mert ez a visszarakás az 3 másodperc őbe. Játék szerint. Van 0,4 század másodperc, ezt most buktuk el. Hagyja mindenbe. Right.
ne. Három másodpercet hoztam a végén. 3:26, 2:57. Rendesen elfáradtam. De maradunk ennél billentyűnél, mert erővisszacsatolás miatt a kontrolleren kiégnék. 100 000 euróért ennyit szenvedni, azt a kurva életbe. De 3 óra alatt 2 szint. Nice. Uff. Heel clamp. Kamionokkal. Ez de durva lesz. Azt a mindenit. Na jó van. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Holnap időbe, tehát én, ha minden jó megy, akkor én 4 óra körül kezdek. Nem úgy, mint ma. Aztán... Ja, jó lesz ez a dört. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó éjszakát, Lambi. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Legyetek jók. Sevastok, sziasztok. Holnap folytatjuk. Csücsü. -csü.